Tisztelettel köszöntök ma este mindenkit. Azért rendeztem át ezt, elnézést kérek, mert egyrészt nem fogom használni, másrészt meg zavar, amikor sétálgatok jobbra-balra. Szóval, azt hiszem, hogy ezen a helyen idén ez az első előadás, éppen ezért az első mondat az úgy néz ki, hogy mindenkinek boldog új évet kívánok. Remélem, hogy az lesz. Habár meg kell mondjam, elég sok intőjel van arra, hogy kegyetlen kemény év lesz. Tudják, a legtöbb ember ilyenkor megijed, hogy Úristen, hát szétnéznek gazdasági, pénzügyi dolgok, akár ez az egész sztori, ami a gázzal történt, meg stb. És akkor ez úgy néz ki, mint hogyha ez hab lenne a tortán, különös tekintettel arra, hogy pont most Szigetszentmiklóson dolgozom, már nagyon régóta, egy ilyen pici ilyen szakrendelés, ahol így láncszerűen jönnek az emberek, és azt már sokszor megfigyeltem, hogy amikor egy adott témával kapcsolatosan beszélek, vagy jövök előadást tartani, aznap, vagy egy pár nappal előtte sorozatosan azzal a konfliktussal keresnek meg emberek. És akkor ezen gondolkodtam, hogy ez most véletlen egybeesés, de véletlenekben nem hiszek. Éppen ezért, amikor leültem, elmentek az emberek, és volt még egy pici időm, mielőtt elindultam volna ide, és leültem a nővérrel, aki segít nekem már 10 éve beszélgetni, hogy mit gondol ő a gyereknevelésről, meg így a gyerekekkel kapcsolatosan. És azt mondja, ő egy, hát egy józan paraszt ésszel megáldott ember. És azt mondja, hogy ilyen 50 éves, most már 50-valány éves, és van egy éves unokája is már, és azt mondja, hogy hihetetlen, hogy bizonyos szülők hogyan hagyják magukat irányítani, kihasználni, azt mondja, áll az ABC-be, a gyerek reketre, vörösre ordítja magát, amíg a szülő be nem hajlik, és meg nem veszi neki. Vagy pedig a rendelőbe behoznak gyerekeket az emberek, a mamák, és azt mondja, hogy ahogy beszélnek, már kiskortól kezdve a szülőkkel, hogy azt mondja, a szíve szerint odarohanna és egy hatalmasat lekeverne annak a kölyöknek. És azt mondja, hogy hihetetlen nagy problémák vannak ezen a területen. Na, hát akkor egy kicsit a végén kezdem. Egy 64 éves gyereknek, tényleg, akinek van egy 97 éves mamája, vel panaszkodott a mamájáról, ez volt az egyik ember ma. Azt mondtam, hogy 64-5 éves, mondom, asszonyom, ideje lenne már felnőni. Mondom, hogy az anyja, hogy miért hagyja magát ilyen szinten kihasználni és manipulálni. Mert azt mondja, nem bírok a mamámmal. Csak úgy ránéztem, így akartam, mondom, ez már 60-valány éves, és akkor mama a 97. Na, kiderült az, hogy együtt laknak, és a mama egy picit süket tetejében, és nehezen hallja a dolgokat. Tudják, nekem ez a nehezen hallja a dolgokat, nekem mindig eszembe jut, hogy aki egy picit süket, nagyon sokszor rá is játszik arra, hogy nem hallja. Tehát éppen ezért, hogyha valami kellemetlen, akkor azt nem hallom meg. Ha meg kellemes, akkor meghallom. Lényeg az, hogy hát mondtam neki valamit, erre egy kicsit később majd visszatérek. Következő. Ülök szemközt, csak elmondom a kétnapos pár sztorimat, hogy ülök szemközt tegnap egy 48 éves pasival, aki
Azt mondja, hát a konfliktusának az egyik tárgya az édesanyja és az öccse. És akkor egy hallgatok, mondja, sorolja a problémákat. Ő racionális szempontból elért valamit. Az öccse kevésbé. Az öccse még a mamával él. Az idősebbet, mármint aki velem szemben ült, azt a mamája nem várta. Olyan miatt a házasság az katasztrofális, gondolom ezt nem kell ragozzam, a papa az korábban meghalt, nem bírta a gyűrűdést feltehetőleg, és ezt észrevették, hogy tényleg sokszor a pasik azok nagyon nem bírják ezt a szintű gyűrődést. És hogy az öccse irigy rá, meg nem bírja őt, meg állandóan kiosztja, annak ellenére, hogy ő segíti mind az öccsét is, aki szinte semmit nem csinál, meg az édesanyját is. Az édesanyja meg azt mondja, megállás nélkül szitta az összes párkapcsolatomat, aki csak képbe került, plusz ő még nem emlékszik olyanra, hogy valaha is a térdére ültette volna, és megszeretgette volna. És akkor ülök, hallgatom, és akkor azt mondom, hogy meglepődne azon, kedves uram, hogyha azt mondanám, hogy a fejlett érzelmi intelligencia szempontja, a hiteles érzelmi intelligencia szempontjából ön árva? Azt mondja a pasi, hogy gondoltam már rá. Az utóbbi időben, képzeljék el, egyre több árvával futok össze, akinek még valójában élnek a szülei. Meg fogom indokolni, hogy miért gondolom ezt. Pasi erre gondolkodik, azt mondja, nagyon nehéz ezt kimondanom, hogy úgy érzem, hogy nincsen családom. Hogy van anyám, de nincs anyám. Van testvérem, de nincs testvérem. Másik barátommal beszélgetek a testvérével való viszonyáról, és akkor azt mondja nekem hirtelen, tudod Imre, az Isten, hallottad azt a mondást, hogy nem hallottam, hogy az Isten a család bűneiért adta a barátokat. Azt mondom. Felgondoltam. Lehet, hogy igaz. Egy éves pasival kezdtem, aki ma reggel, akinek mindkét veséje, hogy egyik pontra a másikra leállt, úgy látszik, vesedialízis lesz a dologból. Úgy indult a dolog, hogy kezet fogunk, és megfogja a kezemet egy hal. Úgy, hogy én amikor kezet fogok, megfogom, másik szemében nézem, Csernus Imre vagyok. Így. A doktort azt nem szoktam használni. És a másik meg így megfogja, így lenéz, és mormol valamit a bajsza alatt, vagy így. Elmondom, gondoltam magam, hogy közben ment, elmondom, parancsoljon, jó kezdődik ez a mai napom. És bemegy a szobába, és a szobában meg két egyforma szék van, mint nem ilyen díszesek, mint ez, kettő, hanem két klasszikus irodai szék. És van egy ilyen nagyon kényelmes fotel, amiben úgy bele lehet lendülni, úgy szépen az ember kényelmesen beül, és akkor még ringatózni is le. És azt mondja, leülhetek? És mutat a kényelmes szék felé.
Az a helyzet, tudják, hogy nem én tettem be a széket, az egyik pszichológus, aki ott dolgozik, az ő eszköztárába tartozik, és bennem mindig gyanút kelt az, hogyha egy pasi kapásból a kényelmet választja. A kényelem választása az azt jelenti, hogy a könnyűnek látszó út, az meg nem biztos, hogy jó mindig. Mert hogyha beszélgetek valakivel, akkor amikor úgy ellazulok, akkor eleve egy kicsit elálmosodom, akkor nem úgy pörög a kommunikáció. És megkérdeztem tőle, oké, de nem gondolt, hogy lehet az az én székem? Rájátszottam egy kicsit. Hát ez a legkényelmesebb. Azt mondja, tényleg csak egy van belőle, de... De tudják, aki így még a nevét sem mondja el, ott beleteszem a hintába. De elég rendesen. És mondom, tudja, az a helyzet, hogy én ugyanolyan székbe szeretek leülni, mint a másik ember. Az melyik? És mondja, hogy ez. Hát mondom. Úgy keveredett hozzám, el fogom mondani, hogy miért mondom ezt. Mert az első fél óra után egy fantasztikus, jó beszélgetésben volt részem. Ne siestessem a dolgokat. Tehát, elkezdünk beszélgetni, de az előzmény az, hogy előző nap Gyöngyösen voltam, és odajött egy régi ember, aki régóta ismerek, és azt mondja, hogy a testvérével lesz történt, és hogy úristen, mi lehet ennek az oka. És akkor mondom, hogy ha a pasi az egy érzelmileg zárkozott ember, aki az érzelmei terén nem mer felnőni, akkor egy rengeteg negatív energiát fordít önmaga ellen, és hogyha a genetikájában van egy olyan hajlam, hogy beindít egy genetikai kulcsot, akkor elképzelhető, hogy az egész sztori egy autoimmun betegség. Megértsék, hogy ez mit jelent, mert az a hölgy, aki megkeresett, az foglalkozik magával egy jó ideje, és ezt azért mondtam, mert nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a betegségek azok fejből indulnak el, és ennek következtében nagyon érdekes összefüggéseket látok a között, akik rendszeresen és előszeretettel marcangolják önmagukat az életben elkövetett dolgaikért. Tudják? Tehát az energiákat önmagam ellen fordítom. Az autoimmun betegség, amire az orvosok, nagyon sokféle ilyen betegség van, az orvosok nem tudják az okokat, és tünetileg tudják csak kezelni. Hát ez a különböző reumás dolgoktól elkezdve, vastagbélgyulladás, magyarul mondom, akkor szklerózis multiplex, SLE, és egy halomnyi ilyen betegség van. Na most, és akkor egyszer elkezdtem gondolkodni azon, hogy az autoimmun betegség az azt jelenti, hogy a szervezetnek az immunrendszere a szervezet ellen fordul. Nem a baktériumok és a vírusok ellen, hanem a test ellen. És érdekes, hogy megfigyeltem, hogy ez az önmarcangolás is valójában önmagam ellen fordítandó negatív energiák, amit így képletesen, én ezt nem tudom bizonyítani, ez csak egy ilyen megfigyelési tény, hogy milyen érdekes, hogy olyan embereknél, akinek a családjában ez előfordul, az autoimmun betegség, hogy náluk is ugyanez beindul, tehát a genetikai kulcs megbalondul. Megpróbáltam volna elmondani a pasinak, akire az első pillanatban láttam, hogy mondom, ugye maga nem szívből jött el hozzám. Azt mondja, nem. A nővéremnek akartam megfelelni. Behívtam a nővérét, leültettem, mert őt régóta ismertem, és azt mondtam neki, figyelj ide, nem megmondtam, hogy tegnap találkoztam vele, reggel első beteg már, tudják, ez a pánik reakció, hogy az egyetlen fiú gyereknek leáll a mind a két veséje, és szörnyű, mi lesz? Valójában egy konfliktus. Semmi más.
De azok az emberek, akik szeretik körülbástyázni magukat intő, vagyis nem is, olyan eszköztárral, amellyel törekszenek a biztonságra, és minél több ilyen biztonságra törekvő pajzsot tesznek maguk köré, egy váratlanul beütött dolog következtében szétesnek. Na, ugyanez volt ez a családi struktúra, mama az ilyen 64-65 éves. Az is ott volt. Ott volt a pasinak a barátnője is. Hihetetlen mondom, összcsaládi összejövetel, nagy a pánik. Lényeg az, hogy elkezdtem beszélgetni a pasiról, az érzelmi, fejlett érzelmi intelligenciáról, felelősségvállalásról, hogy miért érzem azt, hogy ő puhány, miért nem érzem azt, hogy férfi, hogy elfojt-e dolgokat, azt mondja, hogy nem. Majd mondom, hogy 31 éves korára még mindig az édesanyjával lakik. Erre pasi elvörösödik, elkezd majdnem elsírni magát, felpattan, és kirohan a szobából. Mondom, a beszélgetést muszáj folytatni, mert tanácsot valójában a nővér jött hozzám kérni, és a mama, aki meg van ijedve. Behívtam a mamát, és képzeljék el, a mamával kezdtem el egy hatalmas beszélgetést. Szóval, amilyen rosszul indult az első fél óra, olyan jól fejeződött be. 64 éves embernek elmagyarázni azt, hogy amit ő kimondott 20 perc után, hogy nagyon sokszor eszébe jutott, hogy ő bizony rossz anyja volt a gyerekének. Ezért mondtam el ezt önöknek, hogy mi is volt. És akkor elmagyaráztam neki, hogy egyedül nevelte fel mind a két gyereket, de a fiából egy ilyen puhányt csinált. És mondom, zárkozott a fia? Igen. Elfojtja a dolgokat? Igen. Azt mondja, sokszor oda mentem hozzá, hogy Pistikém, mi bánt? Mondd el! Hallgatás. Mama meg sürgött, forgott, kinyalta a fenekét, amit a saját eszköztárával vagy tudott, ő azt megtette. De ezzel együtt nem volt hiteles. Nagyon sok mindent nem tudtam neki elmondani, amit önöknek megpróbálok megosztani. Amire megpróbáltam rávezetni, hogy elmondtam neki azt, hogy tudja, asszonyom, hogyha van egy adott probléma, és a problémát jelképezze a gyerek így egy kerekkörként. Hogyha én elkezdek vele dolgozni, akkor a rajta múló kiskapukat én könyörtelenül lezárom. Én tudom azt, hogy itt nem fog tudni kibújni. És elmagyaráztam neki azt, hogy erre úgy jöttem rá, hogy itt van a gyerek, akit a szülő hoz, azt mondja, hogy gyógyítsuk meg. Jó, gyógyítsuk meg, nézzük meg, hogy ez a konzerv mit tud. Hát, hogy szülők nagyon sokszor azt mondja, letesznek ide egy kupacot, csináljak vele valamit. Miközben a gyerek az valójában mindig a két szülő között feszülő, a két szülőnek a két szülő viselkedésének a mintaképe. A két szülő között leképződő játszmáknak a tömege. A két szülő közti egy meglévő vagy nem meglévő egyensúlynak a mintaképe. Kivetülése. Nagyon sok ilyen szóösszetétel van. Na, elkezdtem régen dolgozni, és egyszerre, magyarázom mamának, egyszerre észrevettem azt, hogy a gyerek, aki ott volt, elkezdett rám cinikusan mosolyogni. Gúnyosan. És nem értettem, hogy miért csinálja ezt. Megnéztem a saját eszköztáramat, hogy van-e ott valami, ahol kibújhat. És nem találtam, miközben a szülő azt mondta, hogy ő jól van, rendben van. Mondom, itt valami nagyon nem stimmel. És akkor jobban megnéztem a szülő
gyermeknek a hitelességét, és a szülői védelmi stratégiában irgalmatlan kiskapukat láttam felfedezni, és ilyenkor az történt, azért mosolygott rám gúnyosan a kölyök, mert igaz, hogy én lezártam, és elkezdtem nyomni, préselni, a kölyök meg egyszerűen fogta magát, és a kiskapun hol jobbra, hol balra kisétált. Ezt magyaráztam el a mamának, hogy amíg ezek a kiskapuk nyitva vannak, ő nem fog tudni segíteni a fiának. Erre mondta azt, hogy nagyon sokszor eszembe jutott, hogy rossz anyja voltam a fiamnak. De hát mit csináljak? Mondom, nézd asszonyom, ha nem csinál semmit se, a fia nagyon gyorsan meg fog halni. Erre elkezdett sírni. Mondom, kedves asszonyom, utána sírhat sokat. Azonban most, a cselekvés idejénél elengedhetetlen az, hogy bármilyen konfliktussal állunk szembe, hogy én lefektessem, hogy mi lehet az abszolút pozitívum dolog, pozitív, végkicsengés, meggyógyul. Meg az abszolút negatív, meghal. És bármi jön ide, 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 nem fog meglepetésként érni. Fel leszek rá készülve. Mert mondom, magyaráztam neki. Mert azt mondja, ilyenkor csak a jóra kell gondolni. Igen, mondom. Az körülbelül ehhez hasonlít, hogy itt van a jó, és én így állok a dolgaimhoz. Így. Mi lesz akkor, hogyha valami ide esik? Hát abban a pillanatban szétesek. Azt mondta, hogy igazam van. Nézzük meg a két végpontot. És éppen ezért összekötöttem őt olyan szülőkkel, akiknek ugyan ezeket a katasztrofális hibákat követték el a gyerekeikkel szemben, és elmagyaráztam neki, hogy tudja asszonyom, teljesen más, hogyha egy súlyos konfliktussal besétál a pszichológushoz, a pszichiáterhez egy óra múlva, kijön, de ott marad a félelmeivel. Ezért sokkal jobb megfogni egy Sárit, egy Marit, egy Rózsit, egy Katát, egy Anikót, aki ugyanezt végigcsinálta, mint ön, ugyanúgy elszúrta a gyerekének a nevelését, ugyanúgy felismerte ezt, de már tud mosolyogni. Nem gondolja, hogy jobb lenne ilyen emberekkel találkozni és beszélgetni? Azt mondja, de. És valójában ez a fél órát azzal töltöttem, hogy nem durván belemenni a dolgokba, hogy elkezdjen boncolni azt, hogy valójában az ő fia is bizonyos szempontból ő nem volt hiteles anyja, amit ő úgy fogalmaz meg, hogy rossz anyja voltam a gyerekemnek, mert ez igaz. De 64 évesen nem megyünk bele durván azt boncolgatni, hogy mi a különbség a feltételes és a feltétlen szeretet között. Mitől válik valaki anyává, apává? Tudják, mi az anya és az apa ellentéte? Hogyha nincsen hitelesség? Mostanában fogalmaztam meg, hogy az ilyen apát, hát ez a maghordozó. Vagy nevezhetjük spermahordozónak is. Az anyákat, meg hát itt kétféle szinoníma jut eszembe. Hát az egyik a kihordó, meg a kipottyantó. Rengeteg ilyet látok. Na most, tudják, ez olyankor következik be, ez az utóbbi kettő, amivel megszűnik az, hogy édes anya és édes apa szó. Ha az illető szülő emberként nem hiteles önmaga szemében, férfiként vagy nőként, nézzenek szét. Tudják, a hiteles ember felismerése. És akkor most szépen belemegyünk így a nevelésbe, mert tudják,
Én alapjában véve elkezdhetek konfliktuskezelési modelleket önöknek elmondani, azonban az én ismeretanyagam ezzel kapcsolatosan eléggé fejlett, egy csomó mindenen dolgozok már önmagamban. Éppen ezért, hogyha megvilágítok alapvető, fontos gyökereket, akkor önök már meg fogják hozni a megfelelő döntéseiket, hogy ezzel mit lehet kezdeni, vagy nem lehet kezdeni. A hiteles ember felismerése nagyon egyszerűen történik, ballag egyedül az ember, úgy érzi, hogy senki nem figyeli, és az arcán ott táncol a spontán mosoly. Kevés mosolygós embert látok. Az a helyzet. Inkább egy csomó búvalvéleltet az ilyen 40-50-es korosztály terén. Befeszült arcokat, kiégetteket, mosolygós. Mosoly a gyerek szemében az abszolút biztonságnak a jele. Mosolygós szülő. Nincs az a gyerek, aki ilyenkor ne érezni magát jól. Mert gondoljanak bele, az ilyen kis pici törpék, hogy röppennek a papa nyakába, akiről azt hiszik, hogy az apjuk. Hát mondjuk ez kétélű dolog lehet, de van az a szólásmondás is, hogy ambe tuti lehet, hogy ki a gyerek anyja. Ki a gyerek apja? Hát ez már kockázatos, de most nem az ilyen dolgokba menjünk bele, mert ilyenből is van sokankor az apa. Azt mondja, na, hasonlítsuk össze a genetikai állományt, mert hát valamilyen vérvétel, vagy stb. Erre behívja az apát, aki épp akkor van ott, a gyerekének valami betegsége van, vagy valami. Hát azt mondja, van egy kis probléma. Mondja, ez a mi? Hát a fiának a vércsoportja ez, az öné meg ez. Hát az emberek döntözőben nem érte ez. És? Hát a felesége meg ez. És? Hát, hogyha a feleségének a vércsoportja ez, az öné ez, sajnos ez nem lehetséges, hogy a gyereknél is ez. Legyen. Mert a gyereké valami más. Ezek szerint a gyerek anyja tuti. Ugye, na és akkor ott jön a fekete leves a pasi számára. És így tovább, és így tovább. Szóval vannak ezek a faramúci dolgok, de visszatérve erre a kis kölyökre, aki röppen a kvázi apja nyakába, mosollyal röppül. Úgy örül, hogy hazajött. Ki jött haza? Hát ez az, hogy ki jött haza. Úgy belefogjak ebbe az egész pokolba, amit itt látok magam körül, hát higgyék el, nagyon nehéz dolgom van, hogyha én megpróbálom most önöknek átadni, amit mostanság látok, hogy hát hazajön egy pasi, akinél valami nincs meg. Ahhoz, hogy bármiből jó döntés szülessen, egyesek lehet, hogy tudják, azoknál elismételném, hogy két fontos útnak ugyanezt kell mondani. Majd a gyerekek szemszögéből megnézve ez érdekes viszonyokat fog felvetni. Tegyük fel, valaki felnőtt. Optimális esetben. Azonban ahhoz, hogy felnőjön, az élet összes területén szükséges felnőtté válni. Ötvözve azzal a kitétellel, hogy egy adott konfliktus helyzetben, hogy hogyan reagálok, az egyrészt tudom, ami innen jön, és érzem. Mind a kettő megvan. Tudom és érzem, hogy az nekem jó. Na, pasik.
Hát, a pasik zöme, a tudom. Mert ezt fejlesztik. Hát ki ezzel foglalkozik, ki azzal, ki azzal, habár nagyon érdekes folyamatot látok mostanság. De beszéljünk a szüleinkről. Azok általában ilyenek. Tehát apáink, bocsánat, hogy általánosítok, nem kértek meg engem, hogy én legyek az ügyvédjük, önmagam szüleiről tudok beszélni, az én apám, az racionálisan egy irgalmatlan, okos ember, akinél már régóta nincs meg a forró szívnek a hangja, hogy érezze egy adott konfliktusban. Ezek azok az emberek, akiknél az következik be, hogy a szívüket elfojtják, és innen elkezdenek okosabbnál okosabb kifogásokat gyártani, vagyis szofisztikáltan ezt úgy hívják, hogy racionalizálás, vagyis okos kifogásokkal magyarázzák meg, hogy nekik az adott konfliktus miért jó, hogy benne legyenek. Mamák. Hát mamáknál fordítva van a sztori, sokszor. Ők meg ezt szépen elnyomják ide hátra, és jön a szív. De orba szájba. Tudják, hát kisfiacskám, te csak üljél, anyuci mindent megcsinál, süt, főz, mos, takarít, kiteszi a szívét így a tálcán, azonban nincs ötvözve azzal, hogy tényleg itt az idő, hogy kitegye? Biztos, hogy jókor teszem ki? Hát ez nincs. Éppen ezért ezek az emberek is szépen visszahúzzák a tálcát. Már megint agyon van döfködve. Hát már megint kihasználtak. Már megint. Már. Következő nap. Hát mind a barmok, komolyan mondom. Na, szóval, ez tényleg az abszolút hitelesség felé vezető út. Tényleg múltkor, jó múltkorában egy pasi megkérdezte tőlem, hogy oké, hogy ennek a kettőnek egyensúlyba kéne, hogy legyen, de nem lehetne az, hogy a pasi jelképezze az agyat, a csajszi jelképezze a szívet, és akkor úgy ketten alkotják az egészet. Fú, mondom. Lesz, ez megint egy ugyanilyen pasi volt, aki ezt itt fejleszti gőzerővel, és már rögtön keresi a kifogásokat, hogy hogyan úszhatná azt meg, hogy, mondom, na nézzük ezt a felállást. Semmi baj nincsen, de nézzük meg. Tehát, az apa az, aki a racionalitását fejleszti, az emocionalitását nem. A gyerekek azonban a fejlett emocionalitás nyelvén beszélnek. Következmény. Az apák soha nem fognak közös nevezőre és közös kommunikációt űzni a gyerekeikkel. Mert nem értik meg őket. Mert a saját fejükből racionális magyarázatokkal szolgálnak, de elfelejtik, hogy a gyerek érez. Mivel a pasi a személyiség szerkezetének egy fontos szerepét elfojtja, éppen ezért a pasiba valójában diszharmónia lesz. A diszharmónia az egyensúly zavar. A disz szó az mindig megfog, az egy fosztóképzet. Nincs harmónia. A gyerekek meg erre reagálnak. Ez jelenti nekik a biztonságot és az erőt. A mosoly meglétét. Tehát ezek a pasik viselkedései olyanok lesznek, hogy olyan lesz, hogy hát mit kezdjek egy pulyával? Hát még 2 éve, hát nem tudok vele beszélgetni. Majd, hogyha 5 éves lesz, vagy 6, akkor már lehet hurcibálni a haverokhoz, büszkélkedni vele. Okos kisfiam, mondjad el, mit tanultál az oviba? És akkor a kis papagáj kiereszti a csapokat, és akkor hajj, de okos a fiat. De ügyes, mert ez a másik, az ügyesség. Stb. De az érzelmi dolgokról ezért van az, hogy az apák soha nem tudnak beszélni a gyerekeikkel, és ahogy a gyerekek egyre nagyobbak lesznek, nem fogják megtalálni a közös nevezőt az apáikkal.
mama, akinek a forró szív, hát az végig kecsöli a hetet, csúnyán, majd azt mondja a drága férjének, tudod mit, könnyű neked? Te hétvégén elviszed jobbra-balra lófráltok, és rád jobban hallgat, mint rám, miközben én ott csicskulok körülötte. Cseréljünk egy kicsit. Erre a pasé. Így megfeszíti az izmait, azt mondja, asszony, kus, ki hozza a lóvét? És akkor rögtön, puff, gyönyörű kis játszma. Na, visszatérve, nevelés. Hát én azt gondolom, mostanság a gyerekek inkább cseperednek, de nem nevelődnek. Mert tudják, a cseperedés az, hogy első után a gomba. Növekszenek. A neveléshez először is az első alapvető feltétel, hogy a gyerek tudja tisztelni a szüleit. Kis gáz van. A tisztelet az akkor alakul ki, akkor indukálódik, hogyha az illető ember önmagát tudja tisztelni. Ha valaki önmagára nem tud felnézni, akkor másoktól sem fogja megkapni a tiszteletet. Kivéve úgy, na itt jön az egyik hatalmas csapda. Hát kicsit ugorjunk a felnőttekhez. Tegyük fel, hogy az illető felnőtt, mondjuk biológiailag felnőtt, érzelmileg nem. Ennek következtében bizonytalanság lesz. Akarom most ebbe belemászni, hogy ez miért alakul ki, most így a neveléssel koncentráljunk, csak hogy milyen következmények vannak. Hát ebbe persze ott vannak a megoldások is. Tehát, bizonytalan felnőtt annak idején egy másik bizonytalannal találkozik, és a két bizonytalan felnőtt, akik nagyon szépek, ügyesek, csinosak, okosak, humorosak, kölcsönösen felruházzák egymást olyan tulajdonságokkal, jellemvonásokkal, amelyekkel a másik partner nem is rendelkezik. Tehát az egyik bizonytalan, a másik bizonytalanban szerelmes lesz valami olyasmibe, amivel a másik nem is rendelkezik. Képzeljék el, ezt a folyamatot kezdtem észrevenni a kölyköknél. Méghozzá akkor, amikor tömény, erőszak és agresszió zajlik a családban, teljesen mindegy, hogy ez fizikális vagy érzelmi terror. A fizikális terror az úgy néz ki, hát ezt el tudják képzelni, az egyik agyonveri a másikat. Emocionális terror. Kár, hogy mellettem nincs egy valaki, én vagyok a csajszi. Ugye szívem, szeretsz? Biztos, hogy szeretsz? Múltkor azt mondtad, hogy? Most, amit ahogy viselkedsz, ezt nem látom benned. Biztos? Biztos? Tehát különböző verbális manipulációkkal próbálja a másikból kiverni azt, hogy ő hogyan érez az irányába. Pasik, a csajok szokták eljátszani a pasikkal szembe. A pasi meg... Hát persze szívem. Hát hogyne szívem. Magába meg. Persze, hogyne. Hát igen. Meg nem kérdezik tőlem, hogy mi történt, ha igen, csak ez... Na jó. Tehát. Szóval, akkor kezdtem el észrevenni, de eszembe jutott valami, hogy amit az előbb mondtam, hogy a pasiknál ez fejlett, a csajoknál meg ez. Képzeljék el, mostanában látok egy fordított tendenciát. Képzeljék el, egyre több úgynevezett nemi identitás zavart látok.
A nem identitás zavar az azt jelenti, hogy bizonyos pasik elkezdtek feminizálódni, nőiesedni, mivel az érzelmi világuk az fejlett. A csajok meg pont fordítva elkezdtek férfiasodni. Mert nagyon sokszor észlelhető, hogy ilyen, ma is volt, tegnap két ilyen csaj, kezet fogok, becsukom a szemem, mondom, hogy pasival fogtam kezet, kinyitom, hát mondom, hát ez egy csaj. Hát mondom, hihetetlen. És bizonyos pasik elkezdtek panaszkodni is azon, hogy a hölgyek egyszerűen hidegek, nem mondják ki azt, ami bent van, miközben ő pasi létére feszegetné. De ne! Tehát egy elég komoly összevisszaság és kuszaság van. Na most, menjünk tovább. Gyerek! Tehát zajlik a fizikális és az érzelmi erőszak a szülők között, akik között már a... Lehet, hogy aztán múltkor mondtam, hogy a spontán bizalom fogalma, aki, ezt úgy elmondom, hogy na, spontán bizalom az nálam a bizalomnak a csúcsát jelenti. És ez olyankor alakul ki, amikor két ember olyankor találkozik, hát amikor kölcsönösen egymásra imádattal fel tudnak nézni, szerelem, és egymásért a tűzbe tudnak menni. Bármikor, bármilyen helyzetben, mivel olyan szinten bízik meg az egyik a másikba, most azt hagyjuk, hogy most a személyiségszerkezet bizonytalan és jelentős önbizalom hiánnyal rendelkezik mind a kettő, de ezt hagyjuk. De, tó, összecsapódnak, összeköltöznek, mivel együtt lakva ismeri meg egymást az ember, mondja a szólásmondás, akkor derül fény a különböző stiklikre. Hát, ugye az egyik csak szöveggel, de nem tartja be, csak mondja, ugyanakkor úgy kell kibányászni belőle a dolgokat, de a csajokban ez nagyon sokszor jelen van, hogy szíven mondja, mondj, mondj. Pasik. Na, szóval kiderülnek, hogy valójában milyen is a valódi arcuk. Együtt lakva ismerik meg egymást az ember, ennek következtében az egykor jelentkezett spontán bizalom elkezd megszűnni. Mert az egyik is, meg a másik is kimutatta, hogy milyen valójában. Ennek következtében a spontán bizalom megszűnik. És kialakul a görcsös bizalom. Különös tekintettel, hogyha van ott már egy bébi. Mivel, tudják, ez az év azért lesz szép és jó összességében, mert hát borzasztó nagy krízis. Meg kell, hogy mondjam. Ilyen gatyafelkötős krízis zajlik a gazdasági és egyéb világban. Azonban mindig a negatív krízis mutatja meg az illető emberben rejlő erőt, vagy azt annak a hiányát. Soha nem az, amikor jól mennek a dolgok. Tehát a görcsös bizalomból soha nem lesz több, és spontán bizalom. Spontán bizalom, spontán találkozás kell, két görcsös, aki egymásra támaszkodik, pontosan tudja, hogy a másik az milyen, amin a másik egyszerűen nem hajlandó változtatni, nem hajlandó kimondani, nem hajlandó belátni, köti az ebet a karóhoz, tehát görcsösen támaszkodnak egymásra, és ez az alapja valójában a társfüggőségnek, kodependenciának. Na, szóval... Negatív megmérettetés mutatja meg, hogy valójában milyen is egy adott, stabil családi struktúra. Egyik betegemnél az történt, hogy a tinédzser lányuk nagyon beteg lett, nem is tudom, van egy gyulladás, és az következett be, hogy az orvosok igazából nem találták az okát, antibiotikum nagy dózisban, de láz, 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 meg gyengeség,
majd megtalálták, kitenyésztették, célzott antibiotikumos kezelés jobban lesz, azonban az apának irgalmatlanul fontos, hogy a gyereke vagy a gyerekei mindenben az elsők legyenek. Ezért azt csinálja, hogy a félig gyógyult gyerekét kiráncigálja a beteg ágyból, elküldi versenyekre, persze különböző versenyeken jól teljesített előtte az illető kisasszony, és mindent elkövet, csak hogy ne akarja meglátni azt, az egyik kölyök, nem, két kölyök már kirepült, ez a legkisebbik gyerek. Mindent elkövet, hogy ne lássa meg, hogy a partnerével valójában milyen a kapcsolata, mert a gyerek az egy nagyon jó hárítást jelent. Addig nem kell foglalkozni a valódi konfliktussal. Azonban elérkeztünk, és befejezem majd ezt a könyvet, elérkeztünk a feltételes szeretethez. Ez kicsit meleg. Kisgyerek. Tehát, kölcsönösen felruházták egymást. Azt vettem észre, hogy legyen az akár egy kislány, vagy egy kisfiú, és apa szokta verni anyát? Ne. És amikor múltkor az történt, hogy monokli, hát egy kicsit durván simogatta meg. Szóval, a gyerekek, hogy megszerezzék önmaguk biztonságát, felruházzák a szüleiket olyan idealizált képpel, amelyekkel a szülők nem rendelkeznek. Legyen szó apáról vagy anyáról. Azért, mert hogyha meglátnák a valódi képet, akkor ráébrednének arra, hogy nincsenek biztonságban. Ezért következik be sokszor serdülőkorban, vagy később, hogy amikor a gyerek kimondja, hogy az apja és az anyja valójában milyen, a szülői presztízs így robban szét. Mivel idővel a lóláb ki fog lógni. Sőt, mindig ki fog lógni. Idő kérdése. Szóval, igen, ez űrös ügy. Az a helyzet, hogy akármerre nézek, én alig látok ilyen olyan szülőt, aki mosolyogva kellő következetességgel tudja nevelni a gyereket, mert itt is vannak különböző veszélyforrások. Tehát, következetesség. Egyik elengedhetetlen alapelve a hiteles neveléshez. Most egy kicsit színesítsük, mert most nem szeretnénk belemenni abba, hogy hogyan válik valaki hitelessé, de a hitelesség önmagam szemébe, hogy én hiteles legyek racionális és érzelmi szempontból, úgy, hogy tudom és érzem, hogy ezeken a területeken a helyemen vagyok. Következetesség. Hát irgalmatlan sok probléma van ezzel. Ez épp úgy kizárja a nevelés, hiteles nevelés lehetőséget. Igen. Serdülőkorban a gyerekek megfogalmazzák azt, hogy ilyen és ilyen, mint az apám és az anyám, soha nem akarok lenni. Jó páran megfogalmazták, ahogy hallom, meg látom. Elmúlik 10 év. Hát hihetetlen. Megfogalmaztam. Tudtam. Ugyan olyan vagyok, mint az anyám, meg az apám. Ez hogy a francba van?
ez úgy van, annak idején, amikor megfogalmazták, ez is a következetesség egyik fontos kitétele, ez fontos tudni. Vannak olyan törvényszerűségek, amelyeket, hogyha valaki nem tud, nem fogja tudni használni mindezt. Tehát, amikor megfogalmazom, hogy nem szeretnék ilyen csicska lenni, mint az anyám, és ilyen szadista, mint az apám, csaj vagyok, kiderül az, hogy ugyanolyan pasit választottam, mint az apám, ugyanúgy csicskulok, mint az anyám. Ez hogy a pi? Bocsánat, hogy van? Hát tudják, ilyenkor, amikor erre az összefüggésre rávezetem azokat, akik gőzerővel szidják a szüleiket, hogy ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, közben azt mondom, ebből a szempontból, kedves kisasszony, uram, Pepitába ugyanolyan. Szóval, amikor racionálisan megfogalmazom, kristálytisztán lefektetve, hogy nem szeretnék ilyen lenni, mint ő, meg ő, ez jó, mert ez innen jó. Jön a szerelem. Hát, vagy amit szerelemnek hiszek. Most ne menjünk ebbe bele. Jön az érzés. De hát az érzése azt mondják, hogy ez rózsaszín lufi. Ezt a megfogalmazott dolgokat így kitörli az agyamból. Borotva. És ez azért van, mert számon kell tartani mindig azt, hogy a szubjektivitás mindig kizárja az objektív meglátás, és az előzőekben az objektív meglátás gyakorlásainak a lehetőségét. És öntudatlanul beindulnak azok a kiskortól kezdve eltanult konfliktuskezelési modellek, amit egy boldogtalan anyától és egy boldogtalan apától tanultam el. Hát ezért lettem én is olyan, mint az anyám, meg mint az apám. Sokára jöttem rá. Na, szóval. Következetesség. Ha én következetes vagyok önmagamhoz, akkor másokhoz is ugyanúgy leszek. Következetesség betartása hallatlan nagy energiákat igényel mindig. Ezért a hiteles gyereknevelés másik elengedhetetlen dolga, tehát első, kellő önismeret, fejlett racionális és emocionális világ, törekedés az egyensúly megszerzésére, hitelesség önmagam szemébe, és iszonyúan fontos, sokadik fontos, indulatból lehetőség szerint kedves szülők, ne mondjanak ki olyan dolgokat, ami a tehetetlenségüket jelképezi. Az egyik ilyen szó, vagy összetétel, te büdös kölyök, dögölnél már meg. Vagy. Ha ezt nem csinálod meg, kitépem a füledet. Vagy. Akkor hát, hogy? Elmúlik egy óra. Jaj, mivel bántottalak meg? Azt mondtam a gyerekemnek, kitépem a fülét, hát én szadista állat vagyok, mondja magába a mama, meg az apa. Ezért van az, hogy engemet, higgyék el, nagyon-nagyon zűrös dolgokban vagyok benne, megállás nélkül. De amilyen embereket így megismertem, hopp, ja, mikrofon. Hopp, lehet, hogy elmoccant. Na, hogyha aki nem hall, akkor szóljon. Tehát, szóval a különböző gyerekek széles skálája jár hozzám. A legális foglalkozást tűzőktől az illegálisig. Szóval kb. Így. Úgy. Azonban szándékosan használom, hogy gyerekek.
A gyerekek alatt értem a tinédzserek, a 20 éveseknek miért nem találtak ilyen szót, hogy teenager, 20-ager, 30-ager, 40-ager. Hát ilyen gyerekek járnak hozzá, akik egyszerűen megvannak ijedve a felnőttségtől. Hát azért, mert az ő szüleik sem nőttek fel bizonyos szempontból, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy engemet negatív élmény soha nem ért. Pedig lehettem volna megijedve számos ilyen zűrös emberrel kapcsolatosan, egy dolog miatt soha nem bántottak. Én iszonyan vigyáztam arra, hogy előre, mindig előre elmondjam azt, különösen, hogyha kölykökkel dolgozom, hogy a béke útja mi lesz, és mi lesz a háború útja. Mosolyogva. Nem indulattal, hanem mosolyogva. Nézd szívem, imádlak, szeretlek. Ha ezt teszed, ez lesz. Semmi gond, hogyha nem tanulsz, magadnak tanulsz, az a te dolgod. De ha nem tanulsz, ez lesz. Te döntesz. Nézzük az ilyen nagyon kóros mondatokat. Tanulj, mert! Azért nem működik ez a tanulj, mert, csináld, mert, stb. Azért kezdetben működik egy ideig, egészen odaig, amíg a gyerekek, és a sajnos egyre kisebb kortól látom, hogy elkezdik megérezni a szülőkben uralkodó rettenetes nagy hiányosságot, legyen az racionális téren, hogyha egy szülő olyan foglalkozást tűz, amit kényszerből csinál, de nem szeret, tehát ez azt jelenti, hogy frusztrált a munkahelye terén, vagy egy olyan szülő, aki érzelmi szempontból nincsen kiteljesedve. A gyerek még nem fogja tudni, hogy a szülője az bizonytalan. De érezni fogja. És mivel érzi, a gyerek az egy irgalmatlan, egoista ember, hát természetesen kicsi, mind a kettő kell neki. Tehát törekszik a biztonságra, bármi áron. És neki minden kell azonnal. Tehát éppen ezért, mivel ő így funkcionál, éppen ezért öntudatlanul megérzi a lyukakat a szülőnek a személyiség szerkezetében, könyörtelenül ki fogja használni. Sokszor nem rossz indulatból, hanem egyszerűen azért, mert itt a vásár ugrik be, a vásár két emberen múlik. Eladó-vevő. Én akkor vehetek meg valamit, hogyha másik hagyja, adja. Én akkor tehetem meg ezt az anyámmal, hogy ugráltassam, ha ő meg ezt hagyja. Szóval, kiskortól egyszer voltam egy ilyen szituációban, hogy rám bíztak egy kölyköt, egy kislányt, aki hát az apja katasztrofális stádiumban, az anya katasztrofális stádiumban, de hát őriztük a kislányukat egy pár órán keresztül, és az elkezdett így rugdosni játékból. Talán ismerik ezt, hogy igaz, hogy pici, de hát a rúgás az rúgás. Különösen, tudják, ott van az ember, úgy ülüp, úgy ülüp, bum! Szóval, zűrös ügy. Szóval, éppen ez sem megrúgott, én voltam a hülye, mert közel voltam hozzá, nem vettem észre, de utána, mivel ez már nagyobb kislány volt, mondom, szíve. Léci. Oké, megteszed? Nem teszed? Hát nem rúgott meg még egyszer. De ez kedvesen, ott volt a párom, ő volt a tanúja, hát nem vagyok én állat mindig, hát tényleg nem.
Tudják, ezt nagyon sokszor, nagyon sokan nem akarják elhinni. Valójában ez az arcom, ez mindig olyankor bújik elő belőlem, amikor megérzem a másikból jövő játszmákat, hogy le akarnak gyűrni. Miközben nem én mentem hozzá, hanem ő jön hozzá. Tanácsot kérni. Hát múltkor ez is, hogy is mondja, lehetett látni ez a 32 éves fiú gyermek, hogy lett nevelve, beül, mert hogy pszichológiát tanul, erre másik mondata, hogy tegeződjünk. Hát a fiatal úr, tanácsért jött hozzám, vagy haverkodni? Hát mondja, hogyha haverkodni, menjünk a kocsmába. De a kocsmába találkoztunk, a barátom? Nem a barátom, barátaimmal tegeződök, önnel nem. Azt a durva. Hihetetlen. Na, szóval ebből a pici kis mozzanatból lehet látni, aki 32 évesen ilyen könyörtelenül sétál át a különböző kereteken, hogy valójában a saját szülei mit engedtek meg neki nagyon sokáig, azért, mert önmagukkal szemben következetlenek voltak, mert a következetlenség mögött mindig egy félelem a határozott, konzekvens döntésektől ott van. Tehát nem merek következetesen dönteni, letenni a voksomat valami mellett. És arra gondolni, hogy az édes aranyos gyerekemnek van egy másik arca is. Tudják, ez kölcsönös nagy hiba. A gyerekek azt hiszik a szüleikről, hogy a szülők szentek. Hát sajnos nem így van. A szülők hajlamosak elhinni a drága, édes, aranyos kislányomról, kisfiamról, hogy ő egy ártatlan, ma született bari. Csúcs sztori. Tegnap egy ilyen, hát egy okos csaj, szintén az anyjáról beszél, aki 60 éves, és azt mondja, képzelje, doktor úr, az anyám 2 évvel ezelőtt, 39 éves, azt mondja, 2 évvel ezelőtt, azt mondta, 2-3 évvel ezelőtt azt mondta nekem, hát szegény kislányom. Mondom, miért, anya? Hát biztos dolgoznak már benned a hormonok. Azt mondja, képzelje, doktor úr, az anyám azt hiszi rólam, hogy még mindig szűz vagyok. Miközben már x millió kapcsolatom volt. Majd mesélt ilyen aranyos sztorikat, hogy ment 20 éves korában sátortáborozni, és két sátrat visztek akkor? Hát, anya, egy sátorba fogunk aludni. És ajánlatként mondtam, hogy az a helyzet, hogy le kéne ülni a mamával beszélni. Ez a kislány sem nőtt fel az anyjával szemben. Nem felnőni, ez azt jelenti, hogy felelősséget nem vállalok itt és itt, hanem elkezdek a másik állítólag presztízs személlyel szemben bólogatni. Igen anya, nem anya. Hogy ne anya, igen apa, nem apa. Tehát hazugság. A hazugság megléte mindig kizárja az őszinte kapcsolatot. Akármennyire is szeretnék, nem lesz őszintén mély a kapcsolat soha, hanem felületes. Azonban nagyon sokszor azokkal az emberek, akik nem mernek az érzéseik mélyére lemenni, ez egy sajnos egy adott, elég széles korosztály, adott életkortól kezdve felfele, az ilyen szülőkkel, ezeknek a gyerekeknek mindig kivétel nélkül felületes emberi kapcsolata lesz. De ugye ez a lány is, azt mondom, az apja, mondom, hasonló árva? Hát azt mondja, az apám az olyan, mint a szomszéd Józsi bácsi. És mondom, kommunikáció? Hát mondom, időjárás, gáz, szemét oroszok, ukránok,
ha ez a politika, el vagyunk, mint a befőtt. És mondom, mélyebb dolgok. Nem bízok benne. Nem érti meg. Soha nem mondott önmagáról semmit sem. Soha. Évekig azt hittem, hogy egy szikla. Érzések? Semmi. Az anyám. Pepitába másik, ez a szent fazék. Mondom, ideje lenne, mit szólna, kedves asszonyom, hogy anya, beszélhetünk? Mondom, ez az egyik fontos téma. Anya, mit szólsz az orális szexről? Azt mondja, jaj, doktor úr, miket nem mond? Hát az anyám azt mondja, pu, pu, pu. Mondom, jó, hagyjuk ezt. Akkor mit szólna egy közös filmnézéshez? Hanyat vágta magát, nevettél, vágott az agya. Nézek meg anyámmal egy pornófilmet? Mondom, hát egyszer valahogy ezt, hogy szenteskedik, meg nem akar konfrontálódni az élet egy adott fontos területével. Egyet ne felejtsen el, kedves kisasszony, hogy addig, amíg önnek problémát jelent, ez súlyos energiákat von el az élete másik területéről. De ezt mindig ajánlattal szükséges megtenni. Hát, hogy akar-e? Beszélhetünk-e anya a szexualitásomról? Na, sajnos, mivel a hiteltelen szülők felé a gyerekek, akik még félnek és nem találják az útjukat, mert keresik, kutatják, egyszerűen nem fognak megnyílni. Azok a kölykök, vagy gyerekek, akik hozzám keverednek, és érzelmi szempontból egy csomó elfojtás és hazugság van, a személyemből kifakadóan én tudom, hogy olyan feladatokat látok el, ami nem az én feladatom lenne, hanem a szülőké. Mert rengeteg embernek vagyok a pót szülője egy rövid ideig. Én ezt tudom, ők nem tudják. Éppen ezért a pótszülőnek a dolga egy idő után, hogy elszakítom a szálakat, és nem találkozom az illetővel többé, mert ez nem az én tisztem. Ajánlatokat teszek, de a többi a másik ember dolga. Árvának lenni, meg kell, hogy mondjam, elég durva sztori. Különös tekintettel arra, hogy a szülőkben egy idő után óvatosan vagy durvábban, tudják, ez eszembe jut ez, hogy hány olyan nővel beszélgettem, aki iszonyúan retteget attól, hogy megszületik a gyermeke, és ő rossz anyja lesz a gyerekének. És akkor görcsösen elkezdett olvasgatni mindent, felhalmozott irgalmatlan szakirodalmat, azonban ezek a szülők nagyon sokszor egyetlen dolgot nem tettek meg, nem mentek le önmaguk érzéseiben a gyökerekig. Ezt nem. Hanem, hogy kell szoptatni? Nem kell. És elfelejtették azt, hogy van egy olyan fogalom is, amit a baba a kezdettől kezdve érez, és ez a kisugárzás. Nem tudja, hogy mit érez, de érzi. És megfelelő kisugárzás, egyensúlyban levő kisugárzás nélkül szintén nem fog menni a nevelés. Akármennyire is szeretnék, és jó indulatúak, és mindent meg akarnak tenni a kölyökért, de ketté fogják magukat törni, de mégsem fog a gyerek megbízni önökben, és nem fogják érteni, hogy miért. Hát
indulatosan vagdalkoztak, majd az indulatosan kijelentett kijelentéseiket nem tartották be. Éppen ezért a gyerek öntudatlanul már kiskortól kezdve megérezte, még nem tudja, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap. És nem harapnak. Ezért. Gyerek részéről. Na nézzük ezt a jelenlevő önzetlen anyai szeretetet. Izgalmas téma, tudják. Önzetlen. Feltétel nélküli. Feltétel nélküli anyai szeretet. Hát bele kell, hogy vágjak, mert hogyha az apák jobbak lennének. A feltétel nélküli szeretet alapelve szintén, hogy jelen legyen az illető emberben a belső béke. Ami a belső béke kőkemény munka következményeként alakul ki, ami a serdülőknél eleve lehetetlen, hogy meglegyen, mivel a érzelmi kavalkád, irgalmatlan szélsőségek, erő fitoktatás, próbálgatása, hát racionális kiteljesedés nélkül. Hát mert az, hogy önfent, egzisztenciálisan kiteljesedjenek, kölyköknél nem lehet feltételezni, hogy ez meglegyen, mert ki vannak szolgáltatva még egy jó ideig a szülőknek. Na, de tényleg ez a szülő, az egyik megszült, a másik megcsinálta, ez teljesült. A feltételes szeretet meg úgy néz ki, hogy a szeretet mindig különböző feltételekhez van kötve. Nem bonyolult. Ezt a szeretetet hívom önző szeretetnek. Az önző szeretet soha nem a gyerek felé irányul, hanem az illető embernek önmaga felé. Akkor szeretlek, ha jó tanuló leszel. Ha ezt megcsinálod, nem lesz semmi baj, mert anya ezért mindent megtesz. Vagy legjobb gyerek a jó gyerek. Ismeri? Nincs vele gond. Vasárnap nézte, és nem, színházi előadás, jó gyerek, ent a nevű sok opera. Arról szólt, két mai házas, vagyis egy mai házas pár gyönyörű mentális struktúrával. Úgy utálják egymást, mint azt, megállás nélkül a különböző játszmák, de hát idővel, hála Istennek, jön a gólya, jó nagy gólya jött, be a színpadra, hosszú nyakú, olyan 6 méteres, 7 méteres csőrrel benyújtotta a póját. Jaj, de örülünk! Azonban jött a gyerekkel a felelősség, ami általában az egyik részről elég nehezen megy, ennek a felvállalása, mert akkoriban döbbennek rá, hát mind a pasik, mind a hölgyek egyaránt, hogy hoppá, nincs itt az ideje. De ezt már nem mondják ki. Pasik ezt úgy vezetik le, ezt a feszültséget, hogy sok olyanról hallottam, amikor valami miatt váratlanul a kismama elkezdett szülni, a pasi éppen valahol máshol egy csajjal volt éppen. Vagy. Ez az agyalás. Biztos, hogy ez az a pasi. Most miért nem kedves velem, miközben fél évvel ezelőtt még kedves volt, és azt mondtam, akkor most, mi van? De ennek a verbalizálása nincs, kimondása nincs, hallgatás, elfojtás, lenyomás. Ez
Ezek a szülők már akkor kezdik megszabni a megszületendő gyerek mentális stabilitását. Belső lelki stabilitását. A potenciális éjszakai síreset, vagy nem. Szóval, önző szeretet akkor, amikor azt teszed, hogy? Hát, arról nem is beszélve, hogy szétnézve ma Magyarországon a szülők populációjában rengeteg olyan szülőt látok, aki az életének egy adott fontos területén egyáltalán nem bízik önmagában. És jelentős szintű önbizalom hiánnyal rendelkezik. Az önbizalom hiány az azt jelenti, hogy nem szeretem magamat. Akkor meg miből adok? Gyereknevelés, urak, hölgyek, az egy veszélyes mutatvány, mint ahogy a színházba végignéztem. Pólya, gyilkosságok, közben egymással szembe persze. Növekedett a kölyök. Az egyik nem bírt magával, mert itt 8 kölyök sorsát végignéztük, akik tragikus balesetben hunytak el szinte végig. Az egyik meghullalt, megégett, az egyik szopta az ujját. Tudják, az ujjszopás, a szopás eleve az mindig egy biztonságra törekvő folyamat, és ez olyankor van a kölyköknél, amikor ők nem érzik magukat biztonságban. És azok a gyerekek tudnak nagyon nehezen leszokni, akiknek a szülői között valami súlyos nézeteltérés vagy trauma feszül, amely valójában nagyon sokszor nincsen sem kimondva, sem megfogalmazva, csak öntudatlanul ott vibrál a két szülő között. Ez a színpadon ez úgy nyilvánult meg, hogy fizikális eszközökkel próbálták leszoktatni a kislányt, és azt mondták neki, hogy jön majd az új, vagyis az új doktor, vagy az új szabó, vagy valami ilyesmi, az új szabó. Erre mama elmegy sétáltatni, vagy bevásárolni, megjelenik egy ilyen állarcos pasi, beugrik a kölyökhöz, és egy nagy ilyen ollóval levágja a kölyök ujjait, majd felhúz rá olyan kesztyűt, mint hogyha folyna a vér. Megjelenik a mama, mosolyog, kineveti a kislány, és azt mondja, látod, hogy anya sohasem hazudik? Azt gondolják, hogy ez csak a színpadon következik be. Hát az egyik ember mesélte, hogy amíg az apám vert, addig az anyám kárörvendve mosolygott a háttérbe. Hát megkapod. És így tovább, és így tovább, és így tovább. De elvárjuk, hogy ez a mai fiatal populáció legyen kiegyensúlyozott, mosolygós ember, miközben olyan dolgokat várunk el tőlük, amit az állítólagos felnőtteknek esze ágába sincsen megtenni, vagy beleugrani, vagy megcsiszolni önmagukban. Árvaság. Mi lesz akkor, hogyha valaki fiatalon kimondja, hogy valójában árva, mert a szülei hiteltelenül nevelték fel? Az életünk során mind a szülők, mind a gyerekek nagyon fontos megmérettetéseket kapnak. A gyerekek megmérettetése ezzel az, hogy megtanulhatják, hát ez csak egy opció, egy lehetőség, hogy mit jelent azoknak az embereknek a tiszteletben tartása és elfogadása,
akik tetszelegnek azzal a szóval, hogy én az édesanyád és az édesapád vagyok. Tudják, borzasztó nehéz, különösen, hogyha elkezdenek egy csomó mindenre, elkezdik kinyitni a szemüket, meglátni az összefüggéseket, hogy az anya miért hiteltelen, az apa miért hiteltelen, hogy elkezdjék elmagyarázni nekik ezeket a folyamatokat, különös tekintettel arra, hogy ők ezt nem kérték. Ezért, hogyha erre vetemednek, mindig rá fognak fázni. Mert ez az erőszakoskodás. Hiába szeretném, hogy ő jobb, szebb életet éljen, nem fog. Akármennyire is szeretném, nem fog. Ha nem tartom tiszteletben, csak logika. Nem tartom tiszteletbe, és azt akarom, hogy ő megváltozzon, valójában erőszakoskodom vele, és aki szelet vet, vihart arat. Vagy úgy, hogy ordibálásban, hogy miért csinálod ezt velem azok után, amikor apád is ezt csinálja vele? Vagy elkezd sírni, hát ezt érdemlem tőled. Ennyi sok-sok szenvedés után, amit kibírtam miattad. És akkor hiába van igazuk, hogy elkezdenek visszahőkölni. Egyet ne felejtsenek el, hogy azok az emberek, akik érzelmi szempontból nem nőnek fel, óhatatlanul jelen lesz náluk egy személyiségtorzulás is. Vagy nevezük személyiségzavarnak is. Ezt magyaráztam a 60 valány éves gyereknek, akinek van a 97 éves mamája, hogy kétségtelen, hogy megszülte. Oké. Azonban, amikor úgy tesz, hogy nem akarja meghallani, amit ön mond, valójában játszik önnel. Azt mondja, ezt már sokszor észrevettem. Ezért mondom, fontolja meg azokat a nyugodtan kimondott döntéseket, amit úgy tud kimondani, hogy be is tudja tartani. Teljesen mindegy, hogy 97 éves. 97 év, vagy x év sem jogosítja fel arra, hogy az egyik ember a másik lelkével packázzon. És hogy az történjen, amit az illető ember akar. Feltételes szeretet akkor alakul ki, amikor az egyik szülő önmaga életében nem érte el azt, amit ő szeretett volna. Éppen ezért önmaga életének a megvalósítását a gyerekeiben fogja látni. Mondjuk egy olyan mama, aki nem valósította meg önmagát maximálisan, de imádkozott az Istenekhez, hogy szüljön egy pöcsöst. Különbség van, tudják, van a pöcsös, meg van a, vagyis aki a gyerek, meg van a lány. Nagy különbség. Menjenek el csak 50 kilométerre Budapesttől, meg fogják hallani ezt. Vannak a gyerekek, meg a lány. Na, tehát nem ért el a mama semmit, de szó szerint. Mostanában, képzeljük, mostanában fogalmaztam meg, hogy a csicska munka az hol kezdődik. Nagyon sokan azt hiszik, hogy például a recepciós vagy a utcasöprő az csicska munka. Nem ott kezdődik a csicska munka. Az lehet, hogy nem csicska munka, mert a munka az munka. A csicska munka ott kezdődik, hogy tegyük fel valakinek valamire van 10x képessége és tehetsége. És a 10x-ből ő használ egyet vagy kettőt. És mi van a többivel? Na ez teljesen mindegy ebből. Milyen munka lesz, az illető ember csicska lesz ott. Nem fogja érezni azt, hogy én a munkahelyem terén valamit alkotok. Nem csak a munkám terén,
hanem az összes többi terén, mert a mamák egykor szétnéztek, vagy nem mertek, teljesen mindegy, hogy nem mertek lépni, de nem mentesültek a felelősség alól, éppen ezért mit csináltak? Kipottyantottak egy gyereket. Végső megoldás. Különös tekintettel arra, hogy a hiányzó presztízsüket sokszor sok hölgy az állítólagos hiteles szerelme presztízsével kompenzálja. Tudják, nem? Figyeljék meg! Na, tehát éppen ezért önmaguk egoizmusuk, önzőségüknek kielégülése véget szülnek egy gyereket. Nem a gyerek véget. Azért, hogy megmagyarázzák, hogy ők miért élnek. És ez úgy verbalizálódik. Édes gyerekem, te vagy az életem értelme. Ha te nem lennél, nem tudom, hogy mi lenne szegény anyáddal. Hallották talán? De van egy jó hírem az önök számára. Ez tényleg nagyon jó. Hát a jelenlevők mindig kivételnek számítanak az elhangzottak alól. Hála Istennek önökre mindez nem vonatkozik. Na jó, kicsit cinikus vagyok. Na, szóval, gyereknevelés, urak, hölgyek. A megmérettetés ebben a mai világunkban eszméletlen, gyors, és egy napban rengeteg következetes és felelősségteljes döntések sorozatát szükséges meghozni, mind fejből, mind szívből. Ha önök az élet valamelyik területén, például olyanok, akiknek még nincsenek gyerekeik, ez nem következett be, hogy tudják és érezzék is, szülőként rá fognak fázni. Mert görcsöket fognak nevelni. Elég önző görcsöket, meg kell, hogy mondjam, akiknek például azt fogják mondani, hogy nem szeretném, hogy olyan élettel legyen, mint nekem volt. És ezáltal racionális, fizikális szempontból mindent meg fognak adni neki. De a gyerekeknek mindig az fog hiányozni, amit nem kapnak meg. És mivel nem hallják, hogy a szülő azt szereti őket, de eleve hogy szeretné, amikor önmagával sincsen tisztában. Önmagát sem tudja elfogadni rengeteg ember. Éppen ezért fel fogja ruházni a szülőket olyan dolgokkal, amivel a szülők nem rendelkeznek, majd jön a lufi, ami kidurran. És aki ezt mégis megteszi, hogy így vág bele egy irgalmatlan, kemény sztoriba, hát ugye valakinek nevelni kell a következő generáció elszórt lelkületű gyerekeit a következő generáció pszichiáterek számára. Hát talán vigasztalja önöket, hogy a pszichiáterek is ugyanilyen kölykökből kerülnek ki. Biztos jó megoldásokat fognak tudni mondani. Aha. Jó, hát ez az egyik szolúció. A másik az az, hogy tegyük fel szülők, és tegyük fel, rájöttek arra, hogy görcsös bizalom van. Hát ez egy zűrös ügy újra. Görcsös bizalom, hát megszűnt a kölcsönös tisztelet egymás irányába, férfiként és nőként. Ez azért fontos, mert tudják, én amikor gondolkodom, hogy miért lettem ilyen, amilyen, én sokáig ezekről a dolgokról, mai fejemmel, hogyha ezt nekem valaki elmondta volna, én nagyon örültem volna, mert
valójában 43 évesen annak ellenére, hogy a szüleim egyetemi végzettségűek, egy kurva szót nem mondott egyikőjük sem. És azt hittem sokáig, hogy én ezzel egyedül vagyok, majd elkezdtem beszélgetni csoporttársakkal, meg később ismerősökkel, meg barátokkal, haverokkal, és kiderült, hogy nem vagyok egyedül. Szóval, sok mindent nem tanultam meg, mert nem is mondtak el nekem, mivel utólag kiderült, hogy egyikük sem tudta. De azért nagy bátran belevágtak három gyerek nevelésébe, meg is lett a jó kis eredménye. Szóval, az egyik opció az az, hogy görcsös bizalom. Görcsös bizalomnál egyszer egy újságíró kérdezte meg tőle, 2 hónappal ezelőtt, sajtótájékoztatón ezzel a könyvvel kapcsolatosan, hogy mit tegyen 2 olyan szülő, akik kimerik mondani azt, hogy görcsösen támaszkodnak egymásra, és ami egykor összekötötte őket, az teljesen megszűnt, és csak a gyerekek maradtak. Tudtam már, mit fog kérdezni, amikor mit tegyen 2 szülő, amikor, mert tudtam, hogy ez lesz a kérdés. Kibontottam gyorsan egy kólát, és fogtam egy poharat, beleöntöttem a kólát. Nem volt feltűnő, ott ült egy csomó újságíró, megszomjaztam a kólára. Ültettem a kólát, megfogtam a borecetet. Na erre felfigyeltek, jól meglocsoltam a kólát. Majd megsóztam. Megborsoztam. És akkor azt mondtam az újságíró úrnak. Tudja, ilyenkor a 2 szülő ugyanazt a poharat fogva, így, ezt kínálják a gyereknek. Igyál, édes fiam és lányom. Bízzál bennem. A kóla az édes. Tudod, régebben is ittál már kólát. Nem hiszel anyunak és apunak? Hát dehogy nem hiszek. Hát a presztízs emberek mondják ezt nekem. Elveszi, megissza a hazugság, a gyávaság, az önáltatás, az önállítás, a görcsösség, az egoizmus, a kisajátítás. Minden benne van a kólában. És menet közben mondja, azért kicsit keserű ez a kóla, de én rosszul érzem, mert az apa és az anya azt mondja, hogy édes. Képzeljék, amikor ilyenkor a kölyök elkezd magyarázkodni, figyeljék meg, hogy mi történik. Érzem, hogy keserű a kóla, érzem, hogy hazudnak, de ők, a szüleim biztos igazat mondanak. Már abban a kiskorban elkezdődik, amikor valaki a szívét elkezdi elfojtani agyból. És a másik pohárba öntöttem ezt a vizet, és megkérdeztem, melyik oltja jobban a szomjat? Nem kérdezett ezek után már semmit. Érthető volt. Szóval, együtt maradni, egymás mellett fognak maradni. De együtt nem. A gyereknevelés az épp úgy, mint az életünkben rengeteg minden, irgalmatlan felelősséggel bír. Azonban egy nagyon szép dolog. Azért szép dolog, mert nem tudom, hogy mennyire figyelték meg, és mennyire kapcsolták össze azt, hogy valaki az életében teljesen mindegy, hogy
olyan megmérettetésbe vág bele, ami racionális szempontból, tehát innen hatalmas, vagy érzelmi szempontból hatalmas megmérettetést jelent, és mégis belevág. Tudatlanul kockázatos. Nagyon kockázatos. Akkor sincsen valójában baj, hogyha két ember kölcsönösen belátja azt, hogy hibáztam, tévedtem, és ne a gyereket akarjuk először, hogy is a gyereknek a magatartás zavarát akarjuk megváltoztatni. Hú, hogy beviszem az erdőbe a szülőket? Sokszor jönnek, és akkor mondják, a gyerek az ilyen szemét, olyan szemét, amolyan szemét, hozzák, cipelik a gyereket 10 perc után kirúgom, ezt ágába sincsen változni, hát minek? Ha ott van a két bamba tehén. Ja, nem ismerik ezt a mesét, mert egyszer kitalálta. A vámpír az egy közép-amerikai denevérfajta. Tényleg így hívják. És az emlősök vérével táplálkozik. Szülő ott ül, gyerek ott ül, és mondom, fiatal úr, hogy kisasszony ismeri a vámpír mesét, egy vagy két, attól függően milyen a felállás, nagy dagadt bambával. Azt mondja, nem. Hát tudja, kedves kisasszony, vagy fiatal úr, évek hosszú sora óta a vámpír rendszeresen rászáll, hol az egyik, hol a másik nagy dagadt bambára. Aki szorgalmasan teszi a dolgát, dolgozik, legelészik, hagyja, hogy fejjék, stb. És elkezdi szívni a vérüket. Erre, akire rászálltak éppen, az illető nagy dagadt bamba tehén ránéz, és azt mondja, szegény kicsi vámpír, neki olyan kevés vérre van szüksége, nekem meg még olyan sok van, és bambán legelészik tovább. És akkor a szülőknek szegezem azt a kérdést, hogy mikor fogja a kedves asszonyom így jön megkapni a hiteles anyának a tiszteletét, a kölyöknek meg villámgyorsan azt, milyen érzés ennek a lelkét gyilkolni, majd az anya felé, miért hagyja, hogy gyilkolják önt? Hú, és akkor mind a kettő, egyik se tud semmit se szólni. Szóval tudják, így néz ki egy úgymond egy családkezelés. Az első pár lépés valójában. Ezek után a szülőket azért kötöm össze olyan szülőkkel, akik belátták és korrigáltak azokon a dolgokon, amit elkövetnek. Azért alapjában véve, mert mindannyian emberek vagyunk és hibázni fogunk, és rengeteg mindent valójában a szüleinktől nem tanultunk meg, mert ők nem tanították meg, mert ők nem tudták, de ennek ellenére ők sem, mi sem mentesülünk a felelősségünk alól. Gyerek sem persze. És amíg ez egy ördögi kör, emberek által felállított. Azonban, mivel emberek által felállított, éppen ezért ez a kör megszakítható. Ha nem következik meg a megszakítása, ezt úgy hívják, hogy generációról generációra ismétlődő problémák, miközben ugyanez fog bekövetkezni, miközben az élettempó egyre inkább növekszik, a tempó az gyorsul, és az emberek egyre gyorsabban fognak szétesni, a fiatalok egyre brutálisabb erővel. A hiteles gyereknevelés következtében tavaly olvastam, hogy a serdülőknek az egyharmada súlyos pszichés problémával már megkereste a pszichológust és a pszichiátert. 18 éves korig bezárólag. Ezt tudják, mit jelent? Az, hogy a poklok pokla.
Tavaly vagy tavaly előtt olvastam. Én beszélgetek, meg kell, hogy mondjam, hogy hétvégén az egyik barátom felhív, azt mondja, hű, lányomban nagy baj van, mert 16 éves lány, vagy 15, hogy hány inger, hányás, elvittük az orvoshoz, nem találtunk semmit, se felmerült az, hogy pszichés probléma. Mikor tudsz vele találkozni? Mondom, telefon. Az a leggyorsabb. Biztos, telefon. Elkezdtem vele beszélgetni, és beleképzeltem magam 15 éves lány problémájába, akinek a szüleivel nagyon jó a viszonya. Aki nagyon okos, kommunikatív, rengeteg haver, barát, jól megy a suli, mi lehet a probléma? Megkérdeztem. Hát hallom, kisasszony, mióta van? 2 hete. És akkor mondta volna tüneteket, és akkor én meg, hogy az a helyzet, hogy a 15-6 éves lányoknál ilyenkor, mert mintha lenne egy olyan probléma, amit úgy hívnak, hogy fiú. Honnan tudja? Mert én tegeződök a barátommal, de engemet meg csókolomozott. Csókolom. Van? Hát, az a helyzet, van egy 17 éves. Na, én tudtam, hogy mi van. Mert valójában az van, hogy ez a cserfes szájú kislány érzelmileg nagyon zárkozott. Na, jó, azért jól ismerem a barátomat, de a barátokat az ember úgy fogadja el, ahogy vannak. Nem akarja őket megváltani. És éppen ezért a szülőktől bizonyos szempontból eltanulta az érzelmi zárkozottságot, és abban a pillanatban, amikor nem a racionális ismeretanyaggal konfrontálódott, felelni az iskolába azzal kapcsolatosan megtanultam, hanem az érzelmekkel, abban a pillanatban szétesett. És elkezdődött egy olyan tünetcsoport kialakulása, hogy amit az orvosok úgy hívnak, hogy szomatizáció. A szomatizáció az, amikor a lenyelt, elfojtott belső töltetek testi tüneteket eredményeznek, ilyenkor a szülők elrohannak az orvossal, nem találnak semmit sem az orvosok. És akkor ugyanezt kezdtem el mondani, hogy kedves kisasszony, jaj, de örülök, első szerelem, lehetősége? Hát, fantasztikus, hát, gyönyörű élmény, nagyon szép, stb. Mert tényleg az? És elkezdtem olyanokat mondani neki, amiről kiderült, hogy az édesapja azért nem tudta elmondani, mert ő, hosszasan beszéltem vele utólag, hogy ő nem akarta észrevenni, hogy a kislányából elkezdett már nem kislány lenni. És nagyon fontos dolgokról nem beszélgetett vele. Mamája igen, részben. De egyik sem merte meglátni és gondolni arra, hogy ez a cserfes szájú valójában érzelmi szempontból nagyon zárkózott. Az apa utólag elmondta azt, hogy az a helyzet, hogy most döbbenek rá, hogy sokkal erősebb arcot mutat, mint amilyen valójában. Mondom, igen. Nem vetted észre eddig? Én azt hittem, hogy ő mindenhol talpra esett és erős. Hopp, ébresztő óra. Tudják, mielőtt bejöttem volna, felhúztam az órámat, hogy hajlamos vagyok borzasztó sokat dumálni. És éppen ezért kis, és akkor így körülbelül 9 óra körülre beállítottam, mert egyszer elkövettem azt az iszonyú nagy hibát, aki részt vett benne, nem tudom már hol volt, azt vettem észre, hogy az emberek kezdenek kidőlni. És akkor elkezdtem azon agyalni, hogy valami rosszat mondtam valójában, nem értettem a dolgokat,
És akkor láttam, hogy elkezdenek visszajönni, és akkor rájöttem, hát kimentek pisilni, és visszajöttek. Hú, akkor véletlenül ránéztem az órára, több mint 2,5 órája megállás nélkül pofáztam. Hú, mondom, az durva volt. Na, ezért onnantól kezdve így beállítom az ébresztő órát, nehogy beleessek ebbe a hibába, mert hát azért tényleg sokat tudok beszélni ezekről a dolgokról, és amikor elkezdek valamit, akkor mindig újabb és újabb dolgok jutnak eszembe. Annak ellenére nincs könnyű dolguk önöknek, akik ezzel mondjuk talán először találkoznak, vagy már találkoztak, mert összefoglalva hallani irgalmatlan tempóban valamit, miközben esetleg önök valahol egy adott információ csomagnál csomag megüti önöket, onnantól kezdve egy kis radír következik be. Mert tegyük fel, rájönnek valamire, beüt a sztori, és akkor abban a pillanatban önökben megindul egy érzelmi töltet, mire visszatérnek, én már 20 mondattal távolabb vagyok. Ezért elég nehéz elmezt. Szóval, a kislány sokkal erősebb, és akkor azt mondtam a kislánynak, hogy aranyos volt egy szerelmes lányjal beszélgetni, de ez a csaj olyasmit csinált, hogy így le a kalappal. 2 nap alatt. Amit rengeteg, el is mondtam neki, kisasszony olyan dolgot csinált, amit rengeteg felnőtt nem mer megtenni. Hogy hiteles legyen. Mert ez volt, és akkor elkezdtem neki magyarázni. Kedves kisasszony, 2 oldal lehet. Az egyik az, hogy nagyon jó lesz, és kölcsönösen szerelmesek lesznek egymásban. A másik meg az, hogy nem. Hogy pofára esik. Nem sikerül. De tudja-e azt, hogy a lenyelt érzelmek testi tüneteket eredményeznek, ilyeneket, ami önnél van? Ez. Azt mondja, nem tudtam. Mit gondol? Rájött-e arra, hogy ezt a feszültséget hogy lehet megoldani? Mert kiderült az, hogy ami őt leginkább nyomasztotta, félt a kudarctól. És én kimondtam. Fél a kudarctól, hogy nem jön össze? Igen. Így rávágta. Tudja, hogy ezt hogy lehet megszüntetni? Azt mondja, hogy mivel már agyalok rajta, de a gyomrom ilyen, mint a gombóc. Mondom úgy, hogyha a hétfőn találkozik azzal a fiúval, elmondja neki, hogy nagyon félek attól, hogy te nem vagy szerelmes belém. Erre a lány, ez iszonyúan nehéz. Ezt megkérdezni és elmondani. Mondom, kedves kisasszony, langyos vizet vagy tüzet szeretne? Azt mondja, tüzet. És azt is elmondtam, hogy tudja, kisasszony, egy nap végén mi a legfontosabb? Az a legfontosabb, hogyha visszagondol a napjára, érezze, hogy mindent beletett abba, amilyen szituációban éppen volt. Elment hétfőn, felhívott, hogy hű, megint kezdődik. Hát persze, hogy kezdődik, mit akar, kezdődött gyomorideg, meg görcs. Mondom, fiúval? Nem, még nem. Délután azt mondja, nem is akarok beszélni, mert a fiú az nem is keres. Én még mindent mondtam, hogy a 2 oldal között bármire, akkor éber vagyok, és jól oldom meg. Mondom, kedves kisasszony, fiú az elkérte a telefonját? Telefonszáma? Ne. Nem lehet, hogy egy ilyen kicsit nem kezdeményez annyira? De észrevettem. Mondom, kisasszony tudja, hogy az ilyen pasit az tapasztaltabb lányok minek hívják? Mondom, nem akarom önt megsérteni. Mindig erre borzasztóan odafigyelek, hogy nem erőszakoskodunk, felajánlom nagyon gyorsan,
és elbízom. Mondjam, vagy ne? Azt mondja, nem fog megsérteni, hanem úgy hívják, hogy PP. Azt mondja, az mit jelent? Hát mondom, puha pöcs. Na, erre nagyot röhögtünk. Ne, tehát nevetésen meg oldódik a feszültség. Hát én tudtam, hogy hogy kell. Oldódott a feszültség, este kapok egy SMS-t, az a helyzet, leültem a Danival, megkérdeztem, ő azt mondta, hogy nem szeretne tőlem komolyabbat, nagyon jól érzem magam, mert nem vagyok bizonytalanságban. Majd felhívta, és mondta, két nap alatt a krízisét lerendezte. És akkor elmondta, beszéltem az apjával, és akkor elmondtam, hogy tudod, az a gond, hogy amikor ilyen konfliktusok elé keveredsz, akkor lebénulsz. De szereted a lányodat, és elfelejted azt, hogy a szeretet az mindig kizárja a helyes meglátás lehetőségét, és akármennyire is szeretnél segíteni, te nem tudsz. Hát azt mondja, ezt át kell, hogy gondoljam, mert lehet tökös pasi, mert azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy úgy látszik, hogy van még egy jó pár olyan terület, amit még nem gondoltam át, és nem csinálok jól. 40-valány éves. És ez azt jelenti, hogy tanulni szeretne, változtatni szeretne, mert elmagyaráztam, figyelj ide, én nagyon szívesen, most megoldottam így távolság, mert mit tudom én, 250 kilométerre arrébb laknak, azért nem is tudtam személyesen beszélni vele, mint a lányával, hogy én ezt megcsinálom, csak ez a te dolgod lenne. Mert az apja te vagy. És legközelebb, figyelj, hogyha neki ilyen problémája lesz, a serdülők mindig a hiteles emberhez fordulnak segítségért. Mert hogyha valamit nem tud, akkor megkérdezi tőled, de hogyha valamit úgy érez, vagy nem érez, akkor kitől fogja férfi szemmel megkérdezni, hogy hogy látja ezt a konfliktust. Mert én beszélgettem vele, mondom, kisasszony, hogyha bajba van, itt van a telefonszámom, felhívhat, ha megbízik bennem. Fél óra. Azt mondja, megbízom. Elmondtam az apja, azt mondja, tényleg ezt mondta? Tudom, hát mondom, akkor azt nehez legalább, jó, mert akkor legalább majd tudod majd valamit csinálni vele. Meg voltak ijedve, be voltak pánikolva, mert így álltak hozzá a lányukhoz. Csak az optimális, csak a jó. És nem így. Ja, a gyerek is emberből van, tehát pozitív, negatív vonásokkal, tulajdonságokkal egyaránt, mint ahogy a szülő is. És a fejlődés mindig ott keletkezik, hogyha vagy az egyik, vagy a másik kimeri mondani azt, hogy igen, emberből vagyok. Hibázhatok, tévedhetek, de ezt mondtam le. Hányan képesek ezt kimondani a szülők közül? A szüleimtől én ezt akkor hallottam, amikor szó szerint így leültem egy pár ilyen komoly beszélgetésre, hogy de hát akkor is ilyen, kimondtak az ilyen részbe kényszer hatására. Mondták ki. Hát az a helyzet, hogy az árvaságot illetően nekem sem kell messze menni. Mert hogy racionális szempontból végignéztem két embert, aki agyonra dolgozta magát. Racionális volt. Érzelmi szempontból végignézem a mai napig, hogy hogyan gyilkolják egymást. És egyik sem mert döntést hozni. Egyszer megpróbáltam az anyámnak ezt elmondani, hogy érzelmi hitelesség szempontjából nem tudok rá felnézni anyaként. És akkor elsírta magát, és akkor megint jöttem. És akkor ezt persze jó párszor hallgattam. Rá, akkor elmondtam neki, tudod,
azt szeretném elmondani, azzal kapcsolatosan, hogy elmondhatom? És akkor azt mondja, persze, mondd el, el is mondtam, mert mai napig ilyen nagyon csúnya dolog van, de szépen utána, amikor ezt így a fejemre kaptam, utána másnap megint beszélgettem vele, és akkor azt mondta, hát az a helyzet, hogy igazad van, és én már ezen már nem akarok és nem tudok változtatni. Mondom, semmi baj, tudom. Én elfogadom azt, hogy ő az életének egy adott fontos szerepében gyáva és megalkuló, ő is tudja, hogy az, de elfogadtam. Kemény menet volt, urak, hölgyek. Sokat agyaltam rajta, és fájtám rettenetesen, de az ilyen szülőknek, és akkor be is fejezem, és akkor a többit meg fontolják meg, hogy mit fognak csinálni, az ilyen szülőknek van egy üzenet a gyerekeiknek, a hiteltelen szülőkre gondolok. És ez a spontán üzenet, ez így hangzik. Nincs kimondva, de így hangzik. Édes lányom, édes fiam, ha te is ugyanezt választod, ugyanezt az életet, amit én élek, neked is ugyanígy lesz, ugyanilyen betegségekkel, ugyanilyen boldogtalansággal, ugyanilyen halállal. Ezért inkább én megmutatom neked, hogy mi lesz veled is, ha ilyen leszel. Önök még dönthetnek. Ez vagy másképp. Hát egy kis impresszió a hiteles gyereknevelésről, aminek az alapja hitelesség önmaguk szemében, racionális érzelmi szempontból. A gyerek abban a pillanatban érezni fogja azt, hogy iszonyú gyorsak. Volt egyszer egy gyerekműsor, egy bepalisztak rendesen, egy gyerekműsor, amikor azt mondták, hogy hát frankó lesz, én meg jó nagy barom létére alá is írtam, lett itt nagy a háttérbe, jó nagy, TV2 ment egy. És én azt hittem, hogy ilyen frankóság lesz, miközben kiderült az, hogy a drága kis, nem tudom, hogy hány év múlott el, remélem nem fogok nem perbe fogni, de legfeljebb letagadom, hát sok tanúm volt. Szóval az volt, hogy a háttérből izgatták a gyerekeket, hogy minél több negatív dolgot, meg aljasságokat kövessenek el a felnőttek ellen, és utána egyszer műsorszerkesztővel olyan irgalmatlan szinten többször véresig összevesztem, de így ordibálva, hogy a kurva anyjukat, hogy a manipulációra tanítják a gyerekeket. Szóval az életem egyik legkeményebb két hete volt, amikor ráébredtem, hogy be, mert előzőlegben megkérdezt, biztos, hogy nem? Nem. Szerződés aláírás, persze teljesen más lett az egész. Onnantól kezdve, hát tanulópénz, nem veszek ilyenben részt. Azonban érdekes volt a kölykökkel való viszonyulás, hogy amikor rájöttem, hogy mire megy ki a játék, az éberségemet és a koncentrációmat, ami addig is elég magas szinten volt, így két héten keresztül így topra nyomtam, megállás nélkül. És a második nap után elmondták, akik ott csinálták ezt az egészet, hogy a gyerekek elkezdtek tartani tőlem, mert én elmondtam nekik, bármit lehet, de hogyha ez, ez lesz. Hogyha ez, ez lesz. Hogy ellenem nem mertek már tenni, mert tudták azt, hogy ha meglépik, én meg fogom azt lépni. Megkértem őket előre. Mert én meg így védekeztem a műsor készítők aljassága ellen. Szóval, gondolják meg, fontolják meg.
mert aki végül is ilyen útra vállalkozik, úgymond szülőként, az meg fogja kapni a bizalmat. Meg az őszinte szeretetet is, meg a figyelmet is, meg az őszinte ölelést is, meg azt is, hogy jaj, de jó, hogy vagy. Ha meg nem teszik meg, akkor ezeket nem fogják hallani. Hát kivéve akkor, amikor na mondjad, mennyi kell? Köszönöm.